Szeretettel köszöntök minden kedves megjelent ünneplőt, emlékezőt, gróf Revisnyei Revicki József, egykori nyírmátonfalvai földbirtokos, kastélytulajdonos, restaurált hálaadó keresztjének szentelésén. Külön köszöntöm Revicki József leszármazottját, Revicki Éva asszony, Szegedi Kálmánt, a debreceni Jézus szíve templom plébánosát, Asztalos János rendőr alezredest, a Hajdúhatház rendőrkapitányság vezetőjét, Kövér Mihály Csaba polgármester urat. Kérem, közösen énekeljük el Magyarország himnuszát. Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttünk a kereszt szentelésére. Egy-két gondolatot szeretnék mondani a kereszt történetéről. A Márványtálba írása szerint is a keresztet Nyírmátonfal egykörű földbirtokosa Revisnyei Revicki József állította 1936-ban. Itt a kastélya melletti út kereszteződésnél. A történelmi vihara Revicki Józsefet elsodolta, 1945-ig is lakott itt, és községükbe többé már nem tért vissza. Kastélyát és birtokait államosították, majd 61-től 90-es évek elejéig nevőotthonként működött. Az által állított kereszt a 80-as évek elején ledőlt, megrongálódott, több helyen eltört. Ez év február hónapban pár lelkész civil társammal, helyi görögkatolikus egyházközséggel, Talapság János Esperes úrral összefogtunk, és elhatároztuk, hogy itt az ideje annak, hogy a keresztet eredeti állapotában méltó helyre visszaállítsuk. A keresztet a gajak és a kidőlt fák között darabokba törve találtuk meg, és azt szinte a földből ástuk ki. Az eltört kereszt helyett újat kellett önteni, azonban a márványlap és a talpa sétetlen maradt. Igazi kis civil összefogás kerekedett ki, bár őszintén szóval akkor még nem láttuk a végét, de bíztunk abban, hogy van annyi erőnk, bátorságunk és kitartásunk, hogy a kitűzött célt el tudjuk érni. Hát itt szeretnék azért köszönetet mondani, akik segítettek a kereszt helyreállításába. Először is szeretném megköszönni az erdőrész tulajdonosának, Andrészó Tibornak és családjának, akik szóban, majd írásban is az emlékpark területének használatát engedélyezték számunkra. Tisztelettel megköszönöm Revicki Éva asszonynak, hogy összefogásunkat úgy támogatta, a kerítés vasanyagát a tartozékokkal együtt észre megvásárolta, és a kőből készült paddal is megajándékozott minket. Mai rendezvény megrendezésében is nagy segítséget nyújtott. Hálánk élő, kérem, fogadja el tőlünk Revicki Melánia báróné és férje arcképét, akik 1924-ig laktak itt Nyírmátonfalván, az ekkor Melánia kastélyba, de minden évben karácsonyra visszatérték községünkbe, és a szegények részére ajándékcsomagot osztottak. Köszönjük szépen! Itt szeretném megemlíteni a kérdés készítőjét, Talapság János Esperes urat, aki nagy-nagy szakmai hozzáértésre és fáradtságot nem ismerve készítette el nekünk a kerítés elemét, ő hegesztette össze, úgy mikor ide kiosztott a kerítés, csak már le kellett állítani a betonban.
Köszönjük szépen! Köszönetet szeretnék tovább mondani Kovács Attila kőfaragó mesternek, aki vállalta, hogy a keresztet helyreállította, és végül is a munkájáért nem kértődünk, ameddig el lesz szolgáltatást. Magó Ügyőnek és gyerekeinek is köszönöm, akik közösségi munkába jöttek, és akkor segítettek a gajakat elégetni, rendet adni. Tovább a Nyírmátonfalvai Középiskolai diákoknak, Nyári István Fafaragó művész úrnak, Piránszki Antalnak és fiainak, Bírcsák Józsefnek és családtagjainak, ők festette ki a kerítést, Antal Tündikének, aki az itt látható grafitőben az a készített Kerítszki Józsefnől, erről nem igazán tudtunk találni fenyképet Kerítszkiekről, ami miatt nem voltak olyan fotogének, és egy régi képről rajzolta Tündikének a grafitőben. Köszönöm a polgármesteri hivatalnak, polgármester úrnak és a jegyzőasszonynak, hogy ezt a civil kezdeményezésünket elejétől a végéig támogatták, mellé álltunk és segítették a munkánkat. Köszönöm továbbá az anyagi támogatását a Görögkatolikus Egyházközség tagjainak, Filamon Mihály önkormányzat képviselő úrnak, Bucskó Tamásnak és Filamon Dórának, Lakatos Sándor fuvarozónak, Harangozó Ferencnek, Asztoros Mihálynak, Péj Nagyné Katilénének, Szárdenyi Pénz Magdolnának, Sink Attilának, Rész Tibornének, Jó Lászlónak, Gajdos István önkormányzati képviselőnek, Balázs Zoltánnak, Vértesi Ferencének, Magdanének, Bodnárné Papévának, Kordák Gyulánének, Madar József Erdőszónak, Gyuros Tibor önkormányzati képviselőnek. Köszönöm azoknak is, akik melegszívvel, jó szóval biztattak bennünket, bátorítottak, hogy munkánkat el tudjuk végezni. Nem utolsó sorban köszönöm azoknak az előadóknak, akik itt a mai napon önzetlenül elfogadták felkérésünket, és színes előadásokkal teszik emlékezetessé ünnepségünket. Végezetül én Vas Albert szavával zárom beszédemet. Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy, amit az ember mond, az úgy is kell legyen. Nem csuda ez, hanem becsület. Köszönöm szépen! Mezősi Levente Revicki Gyula Fünkös című versét mondja el. Revicki Gyula Fünkös. Piros Fünkös öltözik sugárban, mosolyogva száll le a világra, nyomában kér édes rózsa illat, fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alapjába támadt, megoldotta apostolok nyelvét, hirdeti a győzedelmes eszmét. Piros pünkös, juttas tiszta fényed, ma is minden bánkódó szívének, hogy ti tévedj kétségben, homályban, világító sugaradat áldja, habozóknak oldja fel a nyelvét. Világos is hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlass széjjel, mindenütt az él, szeretetnek sugar, szent. Felkérem Tarabcsák János Esperes urat és Szegedi Kálmán atyát, hogy szenteljék fel a keresztet. Áldottam Istenünk öröktől fogva most és a mindenkor is örökkön öröké. Amen. Menyei király vigasztalja, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltek. Yeah.
Szent Isten, szent erő, szent haradlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent haradlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent haradlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság könyörű rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket. Szentek ízés, gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket. Az Úr országon reszkessenek a népek, kerubokon ül, rémüljön meg a föld, nagy az Úr Sionba és fölséges minden nép fölött. Adjanak hálát a Te nagy nevednek, mert rettenetes és szent és igazságot szerető király hatalmának Te szerzel törvényt, ítéletet és igazságot Jákobban Te szolgáltasz. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lábai Sámuel előtt, mert szent Mózes és Áron az ő papjai között, Sámuel azok között, kik segítségül hívják az új nevét, segítségül hívták az Urat, és meghallgatt őket, felhő oszlopból szólt hozzájuk, és megtartották bizonyságait, és a parancsot, melyet nekik adott, Urunk Istenünk, Te meghallgatod őket. Isten, Te kegyelmes voltál hozzájuk, és megbosszultál minden törekvést ellenük. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le az ő lába és álmai előtt, mert őszen dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, és áld meg a Te örökségedet. Adj győzelmet ellenségeink fölött hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a Te népedet. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is örökkön örökké, amen. Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Isteni, ajándékozz kegyelmeded a Te rólad nevezett új népednek. Erősíts meg minket isteni erőddel, és üdvözítsd a mi lelkünket. Mert szent vagy Te, mi Istenünk, és Téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, s örökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmad! Dicsőség Istene, mindenható Atya, seregek Ura, ki a paradicsom közepén elhelyezett életfáltal jelképeztet az elevenítő keresztet, melyen kedves fiad megfeszítetvén, meghalt és halálával megtört a halált, megsemmisítette az ördög hatalmát és életet ajándékozott a világnak, melyet a Te Anya Szent Egyházadnak legyőzhetetlen fegyverül, megszendelésül hadhatós védelmül a hit erősségének. Erősségül az ördögi támadások ellen pedig védő pajzsul, és az örök élet és üdvösség elnyerésének csalhatatlan zárlogául ajándékoztál, azért mi a Te méltatlan szolgáid, ingyen részesülvén ennyi kegyelmedben, irántad való hálából dicsőítést, magasztalást és buzgóimákat ajánlunk fel a Te fölségednek,
Mi alázatossággal könyörgünk hozzád, tekints kegyelmesen ezen keresztre, melyet a te hű szolgáid erős hitből, lángoló szeretetből és neked való kedvességből állítottak föl, és a te fiad, a mi urunk Jézus Krisztus győzelmének, az emberi nem szabadságának, megváltásának emlékjeléül, küld le rá mennyei áldásodat, és telítsd meg azt ama keresztfának erejével és áldásával, melyen a mi urunk Jézus Krisztusnak, a te egyszülött fiadnak legtisztább teste megfeszítetett, melyen megtört a gonosz hatalmát, nekünk szabadságot és örök életet ajándékozott, úgy legszentebb uralkodunk a te egyszülött fiad, mi urunk Jézus Krisztus kényszenvedése, drága vérének kiontása és életadó halála minket az ő te és a te legszentebb lelked gondoskodásából, ami üdvösségünkért a keresztfán önként elszenvedett, mi általó kezdett nélkül atya a keresztfát, mely azelőtt a bűnösök és gonosztevők szégyenletes fenyítő eszköze volt, áldottnak, szentnek, elevenítőnek, vétkeink bocsánatára szolgáló jelnek váltottad át. Töredelmességgel kérünk téged, küld le ezen keresztre legszentebb lelked malasztját, és áld meg és szenteld meg azt, hogy e kereszt félelmetes és retteget jelvény legyen minden látható és láthatatlan ellenség előtt, és biztos fegyver minden ördögi megtámadás és gondolat meghiúsítására, elüzésére, népednek pedig szolgáljon hathatós oltalmára, a hitben való megszilárdulására. Reménység támasz a gyanánt harcban győzelmül, az erények gyakorlásában vezér csillagul. Mindenható atyásdink hozzád, hajtsd füledet azokhoz, kik keresztjel előtt téged imádni és hozzád könyörögni fognak, és bőkezüleg teljesítsd üdvösségre szolgáló minden kérelmüket, valamint a kereszt által megszabadítottad a bűn kározatától a világot, azonképpen ad, hogy dicsőséged előmozdítását, fárdozom a szolgáid, kik keresztjelét élő hittel felállították, a te kedvelt fiad keresztjének ereje, keresztjére által a bűn ingerei felett mindig győztesek maradjanak, ajándékozz nekik mennyi és földi javaidat, oktasd őket szent kereszteddel minden jóra, és vezéreld a mennyei korona elnyerésére, mert te vagy a megszendelés kutforrása, és téged dicsőítünk a te kezdet nélkül, atyád, a legszentebb jóságos és elejtő lelkedel együtt, most és mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Megáldadik és megszenteltedik ezen kereszt a szentelt vízzel meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A te kereszted előtt leborulunk, Úrunk, és a te szent